muszáj öntözni. A vízügyi hatóságoknak kell segíteni abban a gazdálkodókat, hogy fejlesztéseikhez a szükséges vízügyi engedélyeket megkapják, hangzott el egy balkányi agrárfórumon. Vasúti változások. Az utasok ezentúl a vonaton is megvásárolhatják helyjegyüket, valamint díjmentesen cserélhetik ki a már megvásárolt menetjegyet. Új szolgáltató. Péntektől egy holding látja el országos szinten a hulladék közszolgáltatás szervezését és finanszírozását. A vízügyi hatóságoknak kell segíteni abban a gazdálkodókat, hogy fejlesztéseikhez a szükséges vízügyi engedélyeket megkapják. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről beszélt egy balkányi agrárfórumon a miniszterelnökség agrárgazdálkodásért felelős államtitkára. Kismiklós Zsolt arra reagált, hogy az új uniós szabályok szerint a gyenge föld alatti vízminőségű területekre nem adnak forrást az öntözési rendszerek kialakítására. Szabolcs-Szatmár Bereg megye teljes területe ilyen, öntözés nélkül pedig nem lehet hatékonyan gyümölcsöt termeszteni. Almafát Metz Vas László. A nagykállói gazdálkodó idén közepes termésre számít. Azt mondta, telkén nincs öntözőrendszer kiépítve, de tavaly kellett volna a víz a fáknak. Miután 106-os alanyon vannak a gyümölcsfák, talán egy picivel jobban tűnik az aszályt, mint ugye a 9-es vagy a 26-os alanyon levő gyümölcsfák. Ezek annyira nem érzékenyek, de nyilván hát ugye a tavalyi esztendő az megmutatta a fogafehérét, hogy öntözni kell. Az ország almatermelésének 65%-a, a megynek pedig majdnem a fele a megyében koncentrálódik. Ezért okozhat gondot a szigorú uniós szabályozás a helyi termelőknek. Ültetvény telepítés a mai klimatikus adottságok között öntözés nélkül azt gondolom, hogy nem szabad folytatni. Ugyanakkor az öntözés fejlesztésnek viszont nagyon komoly feltételeket szabott az Európai Bizottság, és bizony ezeket a pályázati felhívásokban is rögzítenünk kellett. Tehát e tekintetben bizony nehézséget okozhat egyéseknek, hogy az ültetvény telepítéshez az öntözésre is tudnak-e majd pályázni, vagy adott esetben forrásokat szerezni. Kis Miklós Zsolt a miniszterelnökség agrárgazdálkodásért felelős államtitkára erről egy pénteki agrárfórumon beszélt Balkányban. A Nemzeti Agrárkamara megyei elnöke Rácz Imre azt tanácsolta, hogy még az új szabályozás életbe lépése előtt adják be a gazdák az igényeket. Rájöttünk, mi is találkoztunk ezzel, hogy december 22-én a kormány elfogadta azt a bizonyos uniós keret irányelvet, nem lépett még hatályba a régi rendszer szerint kiadják a vízügyi igazgatóságok az engedélyeket, én arra is buzdítok itt önök által is mindenkit, hogy igyekezzen beszerezni ezeket az engedélyeket, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a nettó területeknek a növelésével problémák lesznek. Az államtitkár szerint ez a módszer nem célra vezető, mert éppen ma, április 1-én jelent meg az új jogszabály. Kis Miklós Zsolt azt mondta, a vízügyi hatóságokon múlik, hogy kiadják-e az engedélyeket. Pont a mai nap folyamán jelent meg a magyar közlönyben, tehát ez a úgymond trükk, ez nem valószínű, hogy be fog jönni. Nem ez a megoldás, hanem az a megoldás, hogy a vízügyi hatóságot és a vízügyi igazgatóságokat kell e tekintetben pozitív irányban ösztönözni, és egy olyan jó, de szakmilag megalapozott döntést hozni, amelynek értelmében adott esetben még azok a területek is kaphatnak valamilyen formájában öntözési engedélyt, akikre most úgy látjuk, hogy esetleg mégsem kaphatnának. A Balkányi Fórumon a legújabb pályázati lehetőségekről tájékoztatták a gazdákat. A megyében fontos kertészeti fejlesztésekre 66 milliárd forintot különített el a kormányzat. Ezek a kiírások március elején jelentek meg. Fontos változásokat vezetett be a MÁV április 1-től. Az utasok ezentúl a vonaton is megvásárolhatják helyjegyüket, valamint díjmentesen cserélhették ki a már megvásárolt menetjegyet. Mostantól módosítani is lehet azokat, ha az eredeti úti céltól távolabbra vagy magasabb kocsiosztályban szeretnének utazni. Április 1-től több változás is érinti a vonattal közlekedőket. A vasútársaság az új módosításokkal az utasoknak próbál kedvezni. A módosult díjszabályok egyik legfontosabb pontja, hogy bizonyos esetekben már a vonaton is megvásárolhatják az utasok a szükséges helyjegyet. A
vonaton tudjuk megvásárolni a helyjegyünket. Természetesen ez ebben az esetben nem mentesít minket az alól, hogy pótdíjat is fel fognak számolni a részünkre, abban az esetben, hogyha mondjuk nem a vasúttársaság hibájából vált szükségessé a vonaton történő helyjegy kiállítás, hanem azért például, mert a kedves utas később érkezett meg az állomásra, de próbáljuk ezt minél humánosabban kezelni, ezért is biztosítjuk ezt a lehetőséget. Gondoljunk csak arra az esetre, hogyha például az utolsó Intercity vonatot épp hogy csak eléri valaki. Ezentúl minden utasa ténylegesen megtett távolság után fizet menetdíjat majd, így a korábban alkalmazott virtuális kilométerszámítás megszűnik. Például aki vidéki állomásról olyan irányba utazik, ami elkerüli a keleti, nyugati és déli pályaudvart, annak a vasúttársaság nem számítja fel a pályaudvarokig előírt távolságok díját. A változások a menetjegyek módosítását és cseréjét is érinti. Az új szabály szerint a kezelési költséget visszatérítik, és új menetjegyet is vásárolhat az utas. De akár módosítani is lehet a már megvásárolt jegyet. Gyakorlatban ez úgy működne, hogy a menetjegy módosítására szükség lehet abban az esetben, ha a kedves utas további szolgáltatást szeretne igénybe venni, tehát például magasabb kocsiosztályt, vagy pedig lényegesen nagyobb távolságra szeretne utazni. Ebben az esetben az alapmenetjegy mellé kap egy másik menetjegyet, amin a plusz szolgáltatások kerülnek feltüntetésre. Tehát a további viszonylat kilométerrel és természetesen a menetjegy érvénytartama. A MÁV decembertől figyeli az utazási szokásokat, ezek alapján pedig hétfőtől több helyen módosul a menetrend, bizonyos járatokat összehangolnak az egyszerűbb és gyorsabb utazás érdekében. Április 1-én pénteken hatályba lépett az a kormányrendelet, amelynek alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT látja el országos szinten a hulladék közszolgáltatás szervezését és finanszírozását. Emellett a holding felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése és hasznosítása is. A hulladékgazdálkodási átalakítás célja, hogy a lakosság terhei ne nőjenek, ugyanakkor a holding és a közszolgáltatás non-profit jelleggel legalább nullszaldóson működjön. Az elképzelések között szerepel, hogy a szelektíven gyűjtők díjkedvezményben részesüljenek, valamint hogy a zöld hulladék komposztált formában a rossz minőségi szántóföldekre kerülhessen, a mezőgazdasági termelők pedig támogatást kapnának annak hasznosításához. A kormány döntése alapján már 2016. január 1-től megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodó és Vagyonkezelési ZRT, Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, amelynek az lesz a feladata, hogy országos szinten ellátja a hulladékkezelés koordinálását, valamint finanszírozását. A lakosság szempontjából elmondhatom, tehát a megyében érő lakosok szempontjából semmiféle negatív változás nem fog ezt követően bekövetkezni. Ha mindent jól csinálunk, akkor gyakorlatilag ők ebből a változásból semmit nem fognak észrevenni, illetve pozitív hozadékai lehetnek majd. Az ügyvezető elmondta, a holding átveszi a közszolgáltatóknál fennálló követelések kezelését, így áprilistól a lakosság az új társaságtól kapja majd a számlákat. Ezzel megszűnik a környezetgazdálkodási cégek kintlévősége, valamint az uniós szelektív hulladékgyűjtési vállalások aránya is javulhat a hosszabb távú terveknek köszönhetően. A Nemzeti Otthonteremtési Közösség és maga a program mögött nincs állami garancia, és nem áll mögötte az Országos Betétbiztosítási Alap sem, hangsúlyozta a Jobbik nyíregyházi tájékoztatóján Gyüre Csaba. Az ellenzéki országgyűlési képviselő kiemelte, ez azt jelentheti, hogy aki beteszi a pénzét, nem biztos, hogy viszont látja azt. Gyüre Csaba szerint a társadalom maximum 5%-a, a leggazdagabb réteg tudja igénybe venni majd a támogatást, de más problémák is felmerülnek a NOK-kal kapcsolatban. A Jobbik Magyarországért mozgalom szerint a NOK egy államilag finanszírozott pilótajáték, vagy nevezhetnénk akár lakáslótrinak is. Az a probléma ezzel, hogy óriási szerencse ellen van benne, nem tudjuk, hogy az emberek mikor fognak hozzájutni a lakásokhoz, sorsolás útján fogják majd eldönteni, hogy az első hónap végén, vagy a 120. hónap végén, vagy közben bármikor jutnak hozzá az emberek. Ez az egyik nagy probléma. 59 gyógyszer beszerzési ára lett olcsóbb a mai naptól. A legnagyobb mértékű árcsökkentések a skizofrénia és a bipoláris zavarok, valamint az epilepszia kezelésére szolgáló készítmények körében tapasztalható, viszont a vásárlók csak néhány esetben találkozhatnak jelentős árcsökkenéssel.
egy 2011-ben módosult rendelet alapján kiterjesztették a fixesítés, más néven referencia árazás szabályait. Ennek lényege, hogy a finanszírozó úgynevezett fix csoportokba sorolja a gyógyszereket, és azok egy napi adagjához ugyanolyan összegű támogatást nyújt. Az intézkedés célja a készítményekre fordított közkiadások csökkentése. Így vannak olyan gyógyszerek, amelyek beszerzési ára mellett a rájuk eső támogatás mértéke is csökken, vagyis a vásárlók sok esetben nem fognak kevesebbet fizetni a gyógyszertárak pénztárainál. A mai nappal valóban 59 terméknek csökkent az ára, különböző mértékben a legkisebb az 1 forint, és vannak, amelyeknek több ezer forinttal csökkent az ára. Ezeknek egy jelentős részénél a betegek azért nem fognak ilyen mértékű árcsökkenést tapasztalni, hiszen ez a beszerzői árakra vonatkozik, és ebből még le kell vonni a TB által támogatott gyógyszereknél a támogatást, és hogyha a támogatás mértéke is változik, esetleg csökken, akkor lehet, hogy a beteg ugyanannyit fog fizetni, vagy csak 100-200 forinttal kevesebbet, mint az előző hónapokban. Nagy Zsombor hozzátette, a patikák életére is hatással van az árcsökkentés, ugyanis jó eséllyel a korábban beszerzett, akár magasabb áru készítményeket értékesítik a mától érvényes csökkentett áron. Kulka János, Rudolf Péter és Nagykalóczi Eszter is színpadra lép idén Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színház szabadtéri nyár programsorozatán. Az idei előadások kedveznek majd a zenebarátoknak, a táncszerelmeseinek és a családoknak is. Összesen 8 darabot láthat majd a közönség június 24-től augusztus 12-ig. Ray Cooney és John Chapman Estére szabad a ketszú, avagy a londoni Sextet című bulvár burleszkét is láthatta a közönség tavaly Nyíregyházán a szabadtéri színpadon. A főbb szerepeket ebben a darabban Kis Ramóna, Bánfalvi Ági, Gesztesi Károly és Hujber Ferenc alakította. Idén is számos neves művész érkezik a megyeszékhelyre, a Móricz Zsigmond Színház ugyanis ismét megrendezi szabadtéri nyár sorozatát. 8 hétvégén készülünk jobbnál jobb műsorra. Az elsőt június 24-én láthatja a közönség. Ez a Centrál Színház Pletykafészek című előadása. Olyan nevekkel, mint Liptai Klaudia vagy Rudolf Péter. Ezt követően 3 saját előadást szeretnénk műsorra tűzni. A nagy sikerű Her után az Ankunai Szerelmesek 1 és Ankunai Szerelmesek 2-t láthatja a közönség. Ezt követően szintén a zenerajongóknak kedveznénk a Grizzel, amiben Vastag Csaba, Vastag Tamás, Kis Ramóna, nagyon jól ismert nevek szuper hanggal. Komolyabb előadással is készülnek a szervezők. A közönség láthatja majd az Amadeus című darabot Kulka János főszereplésével, majd a családoknak kedvezve a Dzsungel könyvét tűzik műsorra. Végül, de nem utolsó sorban az Experidence lép majd színpadra az Én Leonardo című nagyszabású műsorával. A színház idén a foci rajongókra is gondol, a magyar válogatott ugyanis 44 év után kijutott az Európa-bajnokságra. A mérkőzéseket a szabadtéri színpadon egy 6x3 méteres videófalon vetítik majd. 18 különböző típusú géppisztolyt, valamint a fegyvertípus elmúlt 100 éves történetét mutatja be az a kiállítás, amely pénteken nyílt meg a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. A részletekről a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Hosszabbítás után szenvedett vereséget a Szegedtől a Marsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság közép szakaszában lejátszott mérkőzésen a rendes játékidőt 82-82-vel zárták a csapatok. Az 5 perces ráadást követően pedig a vendégek örülhettek 92-90-es sikerüknek. A bajnoki szünetet követően szombaton idegenben lép pályára a Kisvárda Masztergód. Az NB2 21. fordulójában a tabella 6. helyén álló várdai együttes a sereghajtó Ajkához látogat. A június közepéig látogatható interaktív tárlaton kisfilmeket is nézhetnek, valamint történelmi ismertetőket is olvashatnak az érdeklődők. Ezt a kultikus fegyvert talán mindenki felismeri, az AK-47-es gépkarabély a világ egyik legismertebb fegyvere. Ezen kívül még 17 géppisztolyt láthatnak itt a Józsa András Múzeum látogatói.
A pénteken nyílt tárlaton az elmúlt 100 év fegyver történetét ismerhetik meg az érdeklődők, az interaktív kiállításon kis filmeket nézhetnek, valamint történelmi ismertetőket is olvashatnak a múzeum látogatói. A kiállításban hál' Istennek sok különleges fegyver van, azt nem mondanám, hogy csak itt látható, de Nyíregyházán nem volt még sok közülük látható. Ezek közül amerikai és német fejlesztések is vannak, de szerintem a hátam mögött éppen látható az a fegyver, amely a II. Világháború 43 és 44-es évében megváltoztatta a fegyverekről alkotott felfogást. Ez a Sturmgewehr 44-es, ez egy rohampuska, egy német fejlesztés. A kiállított fegyvereket a Hadtörténeti Múzeum és a József András Múzeum biztosította. Amerikai, német és orosz, valamint magyar géppisztolyokat is bemutatnak. Többek között a Király Pál tervezte első magyarországi gépfegyvert, amit később rendszeresítettek is a magyar királyi honvédségben. Az első világháborúban még csak kezdeti, a második világháborúban pedig már a továbbfejlesztett változatát használták az ilyen típusú fegyvereknek. Ezek már sokkal nagyobb tűzerőt képviseltek, sokkal nagyobb lövési, tehát sokkal nagyobb lövési képességgel rendelkeztek, ugyanazokkal a paraméterekkel, lőszerparaméterekkel. Ez egy hatásosabb lőtávolsággal és egy erősebb fegyver jelentett magában. Ezek a fegyvereknek a kialakításában nagy előkészületében nagy előnye volt, hogy sorozatlövés leadására volt alkalmas. A pisztolyok korábbiakban nem voltak képesek erre, tehát egy azonos időszakban sokkal több lövedék kilövésére alkalmas ez a fegyver. Bár ezeket a fegyvereket a legtöbben a háborúhoz kötik, ezek a kultikus géppisztolyok sok esetben a filmek által lettek ismertek. A tárlat június közepéig látogatható a József András Múzeumban. Hosszabbítás után szenvedett vereséget a Szegedtől a Malsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság közép szakaszában lejátszott mérkőzésen a rendes játékidőt 82-82-vel zárták a csapatok. Az 5 perces ráadást követően pedig a vendégek örülhettek 92-90-es sikerüknek. A nyíregyháziak legközelebb Jászberényben lépnek pályára. Másfél órás csúszással kezdődött a mérkőzés, mivel a bemelegítésnél a szegedi oldalon egy zsákolást követően leszakadt a gyűrű, és a rendezőknek orvosolniuk kellett a hibát. A hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet 21-13-ra nyerték a kék cápák. A második 10 percben fordítottak a vendégek olyannyira, hogy a nagyszünetre már 5 pontos szegedi előnél vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben újabb 7 pontot tett hozzá előnyéhez a tiszaparti gárda, és bő 4 perccel a meccs vége előtt még mindig 12 pont volt a házigazda hátránya. Az igazi izgalmak csak ezután jöttek. A nyíregyháziak fokozatosan dolgozták le hátrányukat, de 6 másodperccel a Dudaszó előtt 3 pontos vezetésüknél Csirics dobhatott 2 büntetőt. Mindkettő kimaradt, és Anru kezdőkörből elengedett triplája a hosszabbítás jelentette a hazaiak számára. A ráadást jobban kezdték a nyíregyháziak, azonban 5 pontos előnyük elolvadt, és Tracker 3-asára már nem volt válasza a végül 2 pontos vereséget szenvedő hazai csapatnak. A siker azon múlott, ahogyan az első fél időt játszottuk. Az öltözőben eléggé ideges hangulatban zajlott megbeszélés, hiszen az ellenfél 23-18-ra vezetett a lepattanó harcban, az nem az a küzdeni akarás, amivel mi meg akarjuk nyerni a találkozót. A második fél idő volt az, amit érvényesíteni kell, amit minden alkalommal használni kell. 50-44 lett végül is a lepattanó harc, tehát a második játék részben 11-en nyertük meg a lepattanó csatát. Ez az a küzdeni akarás, amit szeretnék látni. A vendégek edzője szerint már a rendes játékidő végén le kellett volna zárniuk a mérkőzést. Szerintem ma kétszer megnyertünk. A rendes játékidőben vezetünk, kettő büntető kidobtunk, utána terv volt, hogy csinálunk faul már is, de Unruh dobt 3 pont. És gratulálok játékosnak, azért mert utána jövünk vissza, és szerintem teljesen megérdemelt nyertünk, azért mert Nyíregyháza jobb volt első negyedben, de utána mi kontrollunk játék, szerintem jobban játszottunk, és végén teljesen megérdemelt nyertünk. Az alsóház második fordulójának másik meccsén a MAFSZ szombaton a Jászberényt fogadja. A nyíregyháziak legközelebb jövő szerdán Jászberényben lépnek majd pályára. A bajnoki szünetet követően szombaton idegenben lép pályára a Kisvárda-Master Gut. Az NB2 21. fordulójában a tabella 6. helyén álló várdai együttes a sereghajtó Ajkához látogat. Az Ajka
egy agresszív csapat a támadó játékot abszolút föladja, csak a védekezésre koncentrál, és nagyon, nagyon nehéz ellenállásra készíteti az ellenfeleit, és esetleges támadásokat vezetnek, ami elsősorban hasonló van a soroksározott, és ugye megmutatkozott három pontrugásból szereztek gólt. Tehát az Ajka is erre fókuszál elsősorban, nekünk ennek a levédekezése, annak ismeretében, hogy sokkal több energiát fordítunk a támadójátékra, bizony időnként nehézkeste sikerül, és lehet, hogy most ezen a mérkőzésen egy picit nagyobb hangsúlyt fog kapni a védekezés, a stabil szerkezetnek, a hátsó résznek a megszervezése, majd megpróbáljuk egy picit az Ajkának a területet átadni, és én reménykedem, hogy az Ajka abban kevésbé járatos, ugyan tudjuk, hogy most mindent egy lapra tesznek föl, és nekik létfontosságú három pont, mi legalább az egy pont reményében szeretnénk odautazni, és ebből kiindulva remélem a három pontot is sikerül megszereznünk. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A vízügyi hatóságoknak kell segíteni abban a gazdálkodókat, hogy fejlesztéseikhez a szükséges vízügyi engedélyeket megkapják. Erről beszélt egy balkáni agrárfórumon a miniszterelnökség agrárgazdálkodásért felelős államtitkára. Kismiklós Zsolt arra reagált, hogy az új uniós szabályok szerint a gyenge föld alatti vízminőségű területekre nem adnak forrást az öntözési rendszerek kialakítására. Szabolcs-Szatmár Bereg megye teljes területe ilyen, öntözés nélkül pedig nem lehet hatékonyan gyümölcsöt termeszteni. Fontos változásokat vezetett be a MÁV április 1-től. Az utasok ezentúl a vonaton is megvásárolhatják helyjegyüket, valamint díjmentesen cserélhetik ki a már megvásárolt menetjegyet. Mostantól módosítani is lehet a jegyeket, ha az eredeti úti céltól távolabbra vagy magasabb kocsiosztályban szeretnénk utazni. Április 1-én pénteken hatályba lépett az a kormányrendelet, amelynek alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT látja el országos szinten a hulladék közszolgáltatás szervezését és finanszírozását. Emellett a holding felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése és hasznosítása is. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 1-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, addig is tudósításainkat megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, észak felől hideg front vonul át a Kárpát-medence térségében, szombatra több fokkal gyengül a nappali felmelegedés. Éjjel eleinte többször, később időnként növekszik meg a felhőzet, záporeső előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északira forduló szél megerősödik az éjszaka első felében, időnként viharossá fokozódik. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, de emellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél időnként még megélénkül, délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnaptól ismét egyre melegebb és szárazabb levegő érkezik térségünkbe, így sok napsütésre számíthatunk és koranyáriasan meleg időnk lesz. A jövő hét közepétől már több lesz felettünk a felhő, záporok, zivatarok teszik változékonyabbá az időt, de a nyárias meleget csak a pénteken érkező hideg front szünteti meg.